A győri ütőegyüttest 1974-ben alapította Várai László. A tagok mindannyian a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskolában, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola győri tagozatán és a Zeneakadémián végezték tanulmányaikat. Zenei palettájuk ma már rendkívül széles. Repertoáriumban megtalálható az afrikai, latin dobzenéktől kezdve kifejezetten a mai kor ütőhangszerére komponált műveken át, a dallamhangszeres átiratokig, a jazz darabokig, sokféle zenemű. Amikor ez kezdődött, ez az egész történet, hogy győri ütőegyüttes, akkor Európában még nem eszmélt fel ez a hangszer, annyira nem talált önmagára, és hát a kezdeti kísérletezések, amit a kamaraművek, meg a szólóművek, amit jelentettek, ahhoz képest most talán a százszorosa is van a daraboknak, stílusoknak, különböző fajta zenéknek. Az elmúlt időszakban a győri ütőegyüttessel számtalan helyen találkozhattunk. Hangversenytermekben, szabadtéri fellépéseken, ifjúsági hangszerbemutatókon és templomi dallamhangszeres koncerteken is. A produkciókba igyekeztek más művészeti ágak képviselőit is bevonni. Nem fény és hang, meg füst, meg ilyen effektek, hanem más hangszerek, tehát nem ütős hangszerek, hanem kiegészítő hangszerek, és vagy táncosok, népi, vagy akár balett, tehát ilyen dolgokban. Tehát a show elem az önmagában nem kimondottan csak show elem, tehát nem egy látványpékség, hanem kiegészül más művészetekkel, inkább így mondanám. Az ütőegyüttes tagjai fontosnak tartják, hogy a különböző zenetörténeti korok más-más hangszerekre írt zenét is átdolgozzák, aminek következtében egy nagyon érdekes és szép hangzásvilágban szólalnak meg kamarazenék, zongoradarabok vagy reneszánsz táncok. Az együttes a tervek szerint az ősszel tartja majd jubileumi koncertjét Győrben, a zsinagógában.